Egymás mögött állnak a távolsági buszok a pályaudvaron. A jövő héten ritkábban lehet majd ilyet látni. A sztrájk miatt kevesebb busz indul és érkezik. Az utasok többsége támogatja a buszvezetők munkabeszüntetését. Ha nem emelik a béreket, az árak mennek fölfelé, szerintem jogos a sztrájk. Nyugdíjas vagyok, nem engem nem annyira érint, de a diákokat szerintem érinti. Alkalmazkodok inkább, mert jogos a követelésük. A szabolcsi buszvezetők átlagosan nettó 120-130 ezer forintot keresnek, 3%-os béremelést és havi plusz 5000 forintos béren kívüli juttatást kérnek. A megyei szakszervezeti vezető azt mondta, kénytelenek sztrájkolni. Írásba egy értelmes bérmegállapodást még nem kaptunk, jelenleg is folynak a tárgyalások, hát már most ez egy kényszerítő eszköz, hogy hát ha történik valami. Húsvét hétfőn március 28-án indul a sztrájk és péntekig tart. Szabolcsban a helyi és helyközi közlekedésben 800-an dolgoznak, 40%-uk tagja a szakszervezetnek. A megyei elnök abban bízik, hogy sokan csatlakoznak a sztrájkhoz. Első nap egy szerényebb, tehát ott nem is nagyon lesz kimaradás. Második naptól ilyen 66%-os közlekedés fog történni. És ezen dolgozik most a munkáltató, amit majd jóvá hagyunk, hogyha kész lesz, ha látjuk. Most az elégséges szolgáltatásokról kell megállapodni az üzemeltető Észak-Magyarországi Közlekedési Központnak a szakszervezetekkel. Kerestük a céget is, a Miskolci Központban azt mondták, hogy a hét második felében készül el a sztrájk idejére vonatkozó menetrend, azt azonnal nyilvánosságra hozzák, hogy az utasok pontosan tudják, hogy mikor, honnan, milyen busz indul. Naponta csaknem 1000 járat indul a megyében. 90 helyközi és 110 helyi autóbusz közlekedik. Arról nem tudni, hogyha a munkabeszüntetés ellenére sem lesz bérmegállapodás, folytatják-e a sztrájkot.